Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. A Városgondnokság igazgatójaként dolgozik minden nap, amely ugye városunk egyik legnagyobb szerve. De tulajdonképpen a Városgondnokságnak mi is a feladata? Egy nagyon összetett feladata van a Városgondnokságnak. Talán kezdeném onnan, hogy visszamennék időben 2007-ig, amikor is a rendszerváltás után, 2007 előtt alapítottak egy olyan intézményt, amely a városüzemeltetéssel kapcsolatosan minden feladatot ellát. Így is ment ez 2007-ig a hulladék gazdálkodástól kezdve, az ingatlan gazdálkodáson keresztül a közterületek rendben tartása, a hulladék szállításig vonát, minden ide tartozott. Viszont 2007-ben, amikor engem kineveztek igazgatónak, én úgy láttam, hogy sokkal jobb lenne ezt az intézményt kisebb részekre, egységekre szedni. Ennek voltak gazdasági oka is, szervezési, munkaszervezési oka is, valamint az előbb említett gazdasági okok miatt különböző áfa és adóvisszatérítési kedvezőbb helyzetet eredményezhet az, hogyha kisebb intézményeket, kisebb gazdasági társaságot alakítunk. Így került kiszervezésre 2007-ben az átszervezés során a hulladékszállítás, kiszervezésre került az átszervezés során a ingatlan gazdálkodás is. Két önálló gazdasági társaságot alakítottunk, és jó néhány év elteltével bátran elmondhatom, hogy ez az átalakítás hasznosnak bizonyult, mint létszámgazdálkodás szempontjából, ugyanis 2007 előtt egy 80 fő fölött volt az állományi dolgozók létszám a Városgondnokság tekintetében. A átszervezés után ez 40 főre, és a mai napig is 40 fővel működik állományi dolgozók tekintetében a Városgondnokság. A két másik gazdasági társaságnál pedig nem volt akkora létszám igény, hogy a 48 főt felszippantotta volna. Itt is kisebb létszámmal, költségtakarékosabban, költséghatékonyabban tudott működni. Nagyon erősíti ezt a vonalat még az is, hogy közben a hulladék gazdálkodás sikerült gazdasági társaság formájában a városnak olyannyira megerősíteni, hogy a környező települések hulladék gazdálkodását is el tudjuk látni. 2007 előtt veszély volt a hulladék lerakó tekintetében, az egységes környezethasználati engedélyt nagyon nehezen, illetve nem is kapta meg első nekifutásra, majd a későbbiekben sikerült egy olyan műszaki fejlesztést, innovációt végrehajtani a hulladéklerakó tekintetében, hogy megkapta az IPPC engedélyt, amely ma is egy működő hulladéklerakóvá tudta ezt a kis lerakót emelni, és bízunk benne, hogy még több évtizedekig, vagy évtizedekig fogja ezt a funkciót ellátni, és Karcag városban képződött hulladékot olyan módon tudjuk kezelni, amely a lakosság szempontjából is kedvező lesz, tehát nem lesz túlságosan drága hulladékszállítás, a hulladékkezelés, mert itt helyben meg tudjuk ezt oldani, meg tudja a város a hulladékgazdálkodáson keresztül 100%-os mértékben valósítani azt az elképzelést, amit korábban a városvezetés célul tűzött ki. A ingatlan gazdálkodás tekintetében meg úgy érzem, hogy szintén sikerült egy olyan gazdasági társaságot alakítani, amely megfelelőképpen tudja az ingatlanokat kezelni, itt a lakóingatlanok is, az önkormányzati bérlakások, valamint a egyéb üzlethelyiségek, egyéb ingatlanoknak a működtetése, üzemeltetése, bérbeadása is ennél a gazdasági társaságnál folyik. Egyébként mind a két gazdasági társaság folyamatosan a beszámolók során egyértelműen nyomon követhető, hogy gazdaságosan, eredményesen működik. Egyébként ez törvényi előírás is, hogy az önkormányzatok hosszabb távon eredménytelenül, veszteségesen működő gazdasági társaságot nem is támogathatnak. De szerencsére mind a két gazdasági társaságnál jól működik, jó a vezetés, jó a gazdálkodás, és ilyen probléma nem is merül föl. A Városgondnokság pedig a saját útján haladt 2007-től tovább. Fő célkitűzés az volt, hogy a városüzemeltetést mindenféleképpen meg tudja valósítani, eleget tudjon tenni, valamint olyan fejlesztéseket tudjon végrehajtani, amelynek a város lakói örülnek, és a városvezetés, legfelső vezetés és a képviselőtestület elvárása is. Úgy érzem, az elmúlt években sikerült megvalósítani. A kezdeti nehéz lépések után jött egy kormányváltás 2012-től nagy mértékben elkezdte a polgári kormány támogatni a közmunkaprogramot, nem csak úgy, hogy béreket és járvékot támogatott, hanem már műszaki fejlesztéseket is végre tudtunk hajtani, és elmondhatom, hogy már a Városgondnokságnak a gépparkja olyan mértékű műszaki fejlesztésen esett át, hogy nagyon sokféle munkát, és gyakorlatilag a városban fölmerül minden munkát, a kotrástól kezdve, árokásáson keresztül,
a téli sózásokon keresztül, de a mezőgazdasági vonalat is említve, a szántáson, a mezőgazdasági földutaknak a rendbetételen keresztül mindent el tud végezni. Ehhez kellett az, hogy legyen kormányzati szándék, valamint az is kellett, hogy a városvezetés ezt az irányt támogassa. Mit tart a legsikeresebb ágazatnak, akár a közmunkaprogramon belül, amely olyan hozzáadott értéket ad a város működéséhez, a városnak, amire büszkék lettünk? Az igazság, hogy egyet így nem lehet kiemelni, mert hogyha darabonként megnéz, vagy programonként megnézzük, akkor mindenhol van hozzáadott érték. Mondhatom ezt, hogy megoldódott az aszfaltozási probléma, külön aszfaltos csoportot sikerült alakítani, az összes aszfaltozó gépet, amely a kátyuk rendbetételéhez szükséges, vagy járdakészítéshez szükséges, meg tudtuk vásárolni 100%-os állami finanszírozás mellett, valamint sikerült a szociálisan hátrányos helyzetű munkavállalókba egy olyan aszfaltozó csoportot kialakítani, akik maguknak érzik ezt az aszfaltozást, és egyre jobb szinten elvégzik. Ez a város szempontjából egy magas hozzáadott érték, mert évente egy 20 millió forint értékű aszfaltot sikerült bedolgozni a városba, amire a városnak nem kell fordítani semmit, sem bérben és járulékban, sem pedig közvetlen költségben, tehát anyagvásárlásban maga az aszfaltot is megtámogatja az állam, de sem a járműveknek a hajtó és kenőanyagát nem kell külön önkormányzati forrásból megvásárolni, hanem állami forrásból tudjuk biztosítani. De ugyanígy tudnám említeni a mezőgazdasági program keretében azt, hogy durván 3 hektáron, 2,9 hektáron gazdálkodás folyik. Erdőgazdálkodás tekintetében csemetéket állítunk elő, amelyek a közterületek kerülnek, de ez nem csak Karcagon történik már a fák kiültetése, hanem nagyon sok környező település is megkeres bennünket és vásárol tőlünk csemetét, de mondhatnám azt a zöldségtermesztési vagy gyümölcstermesztési programot is, ahol nagyon sok helyre értékesíteni tudunk már. Egy nagyon fontos állomása volt ennek az értékesítési láncnak az, hogy a környező települések közül több olyan feldolgozó üzem létesült, amelyek alapanyag szükségletét nagy mértékben alapozzák a karcagi termékekre, akár gyümölcs, akár zöldség tekintetében, tehát nagyon kedvező piaci pozícióba vagyunk. De mondhatnám azt is, hogy pecsenye csirke előállítással foglalkozunk, több turnusban, egy-egy turnusban 5-600 pecsenye csirkét állítunk elő, évente 3-4 turnusban, és ezt is most már nem csak a középkeztetésbe forgatjuk vissza, hanem piaci szereplőként is értékesítésben megjelenünk, amely szintén bevételt jelent a városgondosságnak. Mondhatnám azt, a közterületek, közutak karbantartása, rendben tartása ugyanolyan fontos a város életében, mint az előbb említettek, de mondhatnám azt, hogy a mezőgazdasági földut, a Karcag, hogy egy mezőgazdasági nagyhatárú város, 30 ezer hektár termőterülete van a városnak, és itt több száz kilométer földút van. Évente több 10 millió forintot tudunk ezeknek az utaknak a karbantartására fordítani. Ezt is a közmunkaprogram biztosítja, nem csak a dolgozóknak a munkabérét, hanem azokat a speciális eszközöket is meg tudtuk ebből a munkaprogramból vásárolni 100%-os támogatottság mellett, amely ahhoz szükséges, hogy normális állapotba tudjuk, járható állapotba tudjuk hozni ezeket a mezőgazdasági földutakat. Azért azt nem mondanám, hogy 100%-ban minden évben több száz kilométer utat rendbe tartunk, de egy-egy évben 70-80 kilométer úttal a legrosszabbakkal és a legnagyobb forgalmakkal boldogulhatunk. Tehát nagyon nehéz ebből a közfoglalkoztatásból bármit is kiemelni, de kiemelhetném azt a 15 fős csoportot is, aki a illegális hulladéklerakóknak a felszámolásával foglalkozik. Ez a pályázat mindösszesen annyit takar, hogy a kialakult, illegálisan lerakott szemetet, hulladékot össze kell gyűjteni, és ezt be kell szállítani olyan hulladéklerakó telepekre. Karcag esetében nagyon egyszerű helyzet, mert a karcagi hulladéklerakóra, ahol további feldolgozásra kerül ez. Ez a városon azért látszik, hogy nincs elszemetesedve sem a külterület, sem a belterület. Nagyon-nagyon sokat fordítunk erre, azért azt is el kell fogadni, hogy ezen a téren is műszaki fejlesztésre szorulunk. Hát az, hogy még most van főként női munkavállaló olyan nagy létszám, akikkel ezeket a feladatokat el tudjuk végezni, tehát közel 200 hölgy munkavállalónk van, aki többek között ezt a munkát is ellátják. Mindenféleképpen kell arra gondolni, hogy mi lesz, hogyha nem lesz munkaerő. Itt is egy műszaki fejlesztés végre kell hajtanunk. Ennek tervezése éppen folyamatban van, olyan nagy teljesítményű ipari külterületi porszívókat szeretnénk, mobil porszívókat beállítani, amely mind a szemetet, mind a falevelet,
mint pedig az egyéb hulladékot összetudja szemetesekbe gyűjteni, valamint szeretnénk a korral mi is haladni az úgynevezett fenntartható fejlődés jegyében, mert nem csak benzinmotoros és robbanómotoros eszközöket használunk gépek tekintetében, hanem elektromos meghajtású gépeket is, fűrészeket, gallyazó berendezéseket, amelyek mind csendesebbek, mind pedig környezetbarátabb működésűek. Ezeknek első lépéseit már megtettük, ugyanis már ebben az évben úgy állítottunk be, kiváltva a benzinmotoros, hát főként ezek benzinmotoros, robbanómotoros gépeknek nevezném, de benzinnel hajtottak, sikerült több fűrészt, több magasággalajazót, több ajnövényzet tisztítót kiváltanunk elektromos akkumulátoros készülékekre, amelyek már hasonlóan nagy teljesítménnyel bírnak, mert eddig az volt a probléma, hogy ezek nagyon kis teljesítményűek voltak, tehát majdnem ilyen otthoni felhasználásra volt jó, hogy otthon levágtam a füvet, és le kellett tenni, hogy hagy a melegedés után hagy hűljön vissza. Ezek már szinte egy ipari felhasználású gépek is. Ezeknek, ahogy említettem, első lépéseit meg tudtuk tenni. Az előbb említett ipari porszívók mellé szeretnénk egy elektromos kis terautót is vásárolni, amely egy csendes működéssel biztosítaná azt, hogy a lakók nyugalmának biztosítása mellett tudnánk mondjuk a város központjában lévő utcai szemeteseket kűríteni, a szemetet összegyűjteni, a faleveket felszippantani, minél kisebb környezeti terhelés jelentve mind a környezetben, mind pedig zajátalom tekintetében az itt lakókra. Legyen ez a végszó, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.